Különleges vállalkozásba kezdett a Pécsi János Pannonius Múzeum. Kicsit eltérve az eredeti feladatától, szabaduló szobát nyitottak a Csontvári Múzeum pincéjében. Azonban ez a kalandjáték témájában kapcsolódik a tevékenységükhöz, amit a szoba elnevezése is sejtett. Kódvadászok. Azért kódvadászok, mert hogy ez egy régészeti tematikájú akció, lehetőség, ahova elvárunk családokat, barátokat, munkatársakat, csapatépítő embereket, és körülbelül egy ilyen 3 és 6 fő közötti csapat tud egyszerre bent lenni. Ez egy jó órás program, és a végén mindenki megkapja maga jutalmát, hogy szabad lesz. A kaland a lényeg, és az fogja meg az embereket. De természetesen azt várjuk, hogy akik oda lemennek, azok utána egy kicsit beszoknak a múzeumban, vagyis megnézik a többi kiállításunkat. A legjobb helyen vannak, ugye, mert itt vannak az időszaki kiállítások közül, mondjuk az egyik legjelentősebb is, a fejedelmek kincse ebben a pillanatban, illetve fönt a galéria, vagy az első emeleti részen, ott pedig a Csontvári állandó kiállításunk látogatható. Ahogy a mögöttem lévő plakát is sejteti, elsősorban régészeti tematikájú, és hát amit a filmekből megszoktunk, és a filmeken szoktunk szeretni látni azt, hogy valami izgalom van, valami furcsaság van, valamilyen extra dolgot meg kell fejteni. Egyébként azt el kell áruljam, hogy az országban több ilyen szabadúszó szoba van, de unikális a miénk, egészen más jellegű, tehát nem számkombinációkat kell itt megfejteni, hanem kimondottan történeteket kell itt kreálni, megérteni, felfejteni. Úgyhogy ilyennel máshogy nem találkozhat a látogató, csak itt. Helyszínekhez kötődik, de nem konkrétan egy történeti korhoz, tehát nem azt jelenti, hogy valakinek akkor egyiptológussá kell válnia, és csak akkor jöhet, vagy a görög korszakkal foglalkozó, vagy római korszakkal foglalkozó szakembernek, egyáltalán nem. Itt egy ilyen kis kalandos játékra lesz lehetőség, meg kell fejteni bizonyos dolgokat persze, és ki kell tudni szabadulni, ez a lényeg. Az igazgató ismertetői után megismerhettük azt a kerettörténetet, illetve azt a helyszínt, ahol és amiben folyik a szabadulós játék. 1 óra van a kiutásra, azt javasoljuk, hogy maximum 6 fő, minimum 3 fő jöjjön játszani, 16 év fölött lehet jönni, ez nem gyerekeknek való, hanem inkább ez egy felnőtt játék. 1 óra van tehát a kiutásra, mint a tipikus szabadulószobákban, itt fogadjuk a játékosokat, körülbelül 1 hónapig tartott a tesztelés időszaka, ezt teszteltük a kollégáinkkal, nem kollégákkal, idősebbekkel, fiatalabbakkal, az egész játék tér be van kamerázva. Mi a kamerákon keresztül itt nézzük a játékosokat, a játékosoknál van egy walkie-talkie, meg nálunk is. Ha probléma van, beszólunk és próbálunk segíteni, vagy nem, illetve ők is szólhatnak, ha valamilyen problémájuk van, klaustrofóbia, vagy bármi történne. A játék témája, ahogy igazgató úr is elmondta, az egy régészeti téma. Az a csapat, aki jön játszani, egy nemzetközi kutatócsoportot szimbolizál mindenféle tudósokkal, és a feladatuk az, hogy megtudják, hogy mi történt ott bent, illetve ne járjanak úgy az, aki, mint aki bent ragadt, és 1 órájuk van kijutni. A Méra kolléganőmmel készítettük ketten ezt a játékot. Nagy vonalakban röviden elmondaná, hogy mi az alaptörténet, amit mindig elmondunk a játékosoknak. Tehát ez egy ásatási helyszín, ahol egy nemzetközi régészeti csapat keresett egy királyi sírkamrát, és hát az ásatás vezető régész az nyomtalanul eltűnt egy éjszaka, és a kollégák ettől halálra rémültek, illetve ezen kívül más olyan különös események is történtek a táboruk körül, ami miatt az idegeik nagyon felfokozott állapotban voltak. Például ilyen nagy mancslenyomatokat találtak a sárban, aztán mindenféle neszezést hallottak éjszakánként a tábor körül, és emiatt hát nem szívesen maradtak itt ezen az ásatási helyszínen. Most valószínűsítik a kollégák, hogy az ásatás vezető régész megfejtette azt a feliratot, aminek a segítségével ő be tudott menni a királyi sírkamrába, és be is ment egyedül. Kijönni már nem jött ki, és ez a feladata a játékosoknak, hogy kiderítsék, hogy hogy ment be a professzor, ott bent mi történt vele, ami miatt nem tudott kijönni, illetve hogy ők megtalálják a kivezető utat, ami valahol megtalálható.
Ennél többet persze nem árulhattak el az ötletgazdák. A teljes helyszínt sem mutathatjuk meg, ezért arra biztatunk minden érdeklődőt, leendő kódvadászt, hogy személyesen keresse fel és próbálja ki a szabaduló szobát a Csontváry Múzeum alaksorában.